jó volt kipróbálni a Power Challenge-et. Jól éreztem magam, nagyon jó társaság gyűlt össze, és minden edzés darabszámomat megdupláztam ezen a versenyen, úgyhogy nagyon elégedett vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt láttam. A Lantos Johnny Fitness 9. születésnapján vagyunk. Hála Istennek, mert nagyon sok Lantos Johnny Fitness fini napon voltam, de főleg a régebbieken, mert aztán a Johnnyval egy jó darabig nem voltunk kapcsolatban, amíg más vizeken vezet. De hát ugye mivel visszatért a Team Scientech-be, ezért amúgy is itt lenne a helyem, így meg főleg itt a helyem. És az nagyon megtisztelő, amikor felhívnak valami olyan ötlet miatt, hogy kell egy valami rendezvényt csinálni. Na most minden teremben szinte ilyenkor kitalálják, hogy legyen egy fekvenyomó verseny, vagy zsákba futó verseny, vagy valami hülyeség. És én meg azt szoktam javasolni újabban, hogy legyen mini Power Challenge, hiszen van rendes Power Challenge. Ahova tovább lehet innen menni, itt meg ki lehet próbálni. Itt vagyunk a Lantos Johnny Fitness 9. születésnapi partiján. A hangzóval az azt jelenti, hogy itt megy az első mini Power Challenge, ami Magyarországon van. Rengeteg indulóval és iszonyatos energiával estek neki a versenyzők. Abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy meghívtak a Lantos Johnny Fitness teremnek a születésnapjára. Ez már nem tudom, hanyadik terem, aminek a születésnapján jelen lehetek. Segíteni hívtak bíróskodni a mini Power Challenge-re, ami elképesztő teljesítmények voltak, mint a srácok, de amit ki tudnék emelni, azok a csajok voltak, mert véremenő küzdelemben játszottak, gyilkolták egymást, ordítottak, hörögtek, mint hogyha egy Kati Bélát láttam volna egy 50 kilós istányba. Nem volt könnyű, nekem a felhúzás volt talán a legnehezebb, de igyekeztem megbirkózni vele. Három Power Challenge számot csináltunk meg, könnyített verzióban, tehát nem azokkal a súlyokkal, amit a kalkulátor dob ki normálisan a versenyzőknek, hanem egy ilyen 70%-ra könnyített témában. A lényeg a játékosság, a lényeg a buli. Azt meg nem gondolná az ember, hogy ennyire bele tudják magukat hergelni a versenyzők, főleg a lányok, hogy aztán tényleg vérben forgó szemekkel őrült, fanatikus módon tépik a súlyokat ezerrel. Néha egy kicsit ez a szabályosság robására megy, vagy inkább nagyon, de itt ezen a szinten még meg szoktunk ilyen dolgokat engedni, majd legközelebb egyébként jobban odafigyelek, mert ez volt az első mini Power Challenge-ünk, ez egy ilyen kísérleti dolog volt, és a következő teremben már, a következő szülinapon, vagy valamilyen rendezvény alkalommal már lehet, hogy egy kicsit szigorúbban fogjuk csinálni. Igazából körülbelül egy hete készülök erre a versenyre, se felhúzást nem szoktam csinálni, sem bicepszezni nem szoktam, valamint fekve nyomni sem igazán. Ez Johnny ötlete volt, úgyhogy én, mint jó csapattag, hallgatok az edzőm szavára. Jó, ha tudjátok az edzőteremről azt a egy-két momentumot, hogy a legendás Coco Gymből alakultunk át 2003-ba, 2005-től lett Lantos Johnny Fitness, nem ezen a helyen volt. A Népligetben volt egy hardcore edzőtermünk, ahonnan 2015-ben jöttünk át ide, tehát pont ma 9 éve jöttünk át ide, és próbálunk otthont adni azoknak, akik edzeni vágynak, és jól akarnak kinézni, jól akarják érezni magukat a bőrükben. A legnehezebb ponton az edzőtársam segített, tehát aki különböző trágár szavakkal segített, hogy folytassam. A legnehezebb a végén a biceps volt. Igazából nagyon meghozta a kedvemet egy normális Power Challenge-nek a teljesítéséhez. Nagyon örültem neki, hogy ennyien szurkoltak. Molnár Gábor vagyok. Ezt a Skytech Row pólót még 2017-ben szereztem egy fekvenyomó versenyen, ahol második helyezést értem el. Ez a verseny jelenleg itt, ahol vagyok, ez egy ilyen mini Power Challenge verseny. Szerintem nagyon jó hangulata van, családias, és szuper jól érti magát mindenki. Nagyon nehéz volt, de mindent kihoztam magamból, remélem elég lesz az első helyre. Hát régen a Coco Gymbe edzettem, és ugye ez lett a végén a Lantos Johnny Fitness, és 20 éve már itt edzek, és innen is indultam versenyekre. A legutolsó versenyem az 2003-ban volt a nem tudom pontosan, de azt hiszem a Super Body volt az utolsó versenyem. Állandóan itt vagyok, igen, szoktam énekelni, indultam az X-Faktoron 2 évvel ezelőtt, és amikor vannak ezek a házi bulik, akkor általában föl szokott a Johnny kérni, hogy énekeljék egy pár számot. Nagyon örülök annak, hogy sikerült átmenteni azt a hangulatot, amit a Népligetben megszoktunk, és ugyanazokkal lényegében, de nagyon sok új emberrel bővültünk, és valahogy ezt a hangulatot meg tudtuk tartani, baráti, mondhatni testvéries a hangulat, és mindig jó kedv van itt az edzőteremben. Szeretnek ide járni az emberek, és én örülök, hogy ezt tudom nekik biztosítani. Ez egy tipikus Lantos Johnny Fitness rendezvény volt,
a szokásos hangulattal, a szokásos fanatizmussal és azzal a pozitív szemlélettel, ami szerintem a 90-es évek elejének hős korszakát adja vissza. Már ezért is érdemes a Antos Zsoni Fitness bejönni, ha valaki erre jár, még akkor is, ha nem tudsz ide járni rendszeresen, de legalább, hogy kipróbáld, mert itt az a hangulat van, ami a hőskorban volt.